Köszöntöm Johannides Sándort, a Kristályfürdő Kft.-nek a létesítmény vezetőjét. Egy hétre bezárták a strandot. Mi volt ennek az oka? Szeretettel köszöntöm a bennünket, nézőket. Sajnos egy olyan esemény fordult elő a fürdő életében, amire idáig még nem volt példa. Természetesen ez több összetevőből áll össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a vízminősége annyira leromlott, hogy kénytelenek voltunk az összes medencéből a vizet elereszteni és újra tölteni. Kellemest a hasznossal kitakarítottuk az összes medencét, lefertőtlenítettük, megtettünk mindent, a szükséges intézkedést ahhoz, hogy újra tudjunk nyitni, de ismételten mondom, tehát azért, mert a vendégeink úgy veszik igénybe a fürdőt, ami az alapvető fürdő kultúrának nem felel meg. Én most nagyon finoman szeretnék fogalmazni, nem szeretnék megbántani senkit, de ha a vendég nem teszi meg azt, hogy ő tisztálkodást követően vesz igénybe a medencéinket, akkor ami tőlünk telhető, mi azt mindent megteszünk, de erre az egyre mi nem tudunk figyelemmel lenni, és ez azt okozza, hogy olyan minőségű lesz a víz, amelyik emberi fürdésre szinte már alkalmatlan. Tehát ez a víz ez nem fogyasztásra volt alkalmatlan, hanem fürdésre volt. Ez fürdésre volt, igen. Azt azért tudni kell, hogy mi a Bakonykarsz által biztosított hálózati vízről töltjük meg a medencéinket minden alkalommal, és az előírásoknak megfelelően friss víz utánpótlás minden nap a megfelelő mennyiségben megtörténik. Ennek ellenére olyan rossz lett a vízminőség, ami azt indokolta, hogy ezeket a vizeket el kellett engednünk. Ez nekünk egy óriási kiesés, nem beszélve arról, hogy kánikulai idő van, tehát nem tudtuk fogadni a vendégeinket, és plusz kiadás az, hogy ezeket a vizeket el kellett engedni, és újra kellett tölteni. És ugye nem csak vízpótlás történik itt meg a strandon nap, mint nap, hanem folyamatosan a vegyszeradagolás is van, tehát a folyamatos fertőtlenítés az megvan. Természetesen, tehát az előírásoknak megfelelően a fertőtlenítést azt mi folyamatosan végezzük, és a vízminőség ellenőrzése, amit mi meg tudunk tenni, azt minden alkalommal, naponta, minimum két alkalommal leellenőrizzük. Nem is ezzel van a probléma. Ugye mi bakteriológiát nem tudunk vizet vizsgálni, ezért a Veszprém megyei ANTS akkreditált laboratóriumával van szerződésünk, ahonnét két hetente kijönnek és leellenőrzik ezeket a vizeket, hogy ez megfelelő a fürdés céljára. Most ebben az esetben azt állapították meg, hogy ezek a vízminőségek annyira, olyan mértékben romlottak, hogy kénytelenek voltunk elereszteni azért, mert ezt már vegyszerrel feljavítani képtelenség. Hiába pótoljuk friss vízzel, tehát nem lehetséges. Ugye azért azt tudni kell, hogy vannak bizonyos csoportok, akik arra hivatkoznak, hogy ők megvásárolták a jegyüket, és akkor gyakorlatilag őnekik mindent szabad. Hiába hívjuk fel a vendégeink figyelmét, hogy a gyerekmedencébe tilos a szülőknek beleülni, nem azért, mert nekünk ez a hobbink, hogy mi megtiltsuk, hanem azért, hogy a benne lévő 10 év alatti gyermekek a szülőktől, nem a saját szülőjétől, hanem a másik szülőktől ne kapjanak fertőzést. Ugye többször előfordult, hogy úgy hozzák el a gyerekeket a kismedencébe, hogy nem úszópelenkát tesznek a gyermekre, hanem sima pelenkát. Abba sajnos, hogyha elvégzi a kicsi vagy nagy dolgát a gyermek, az bele is kerül a vízbe. Ez mind azt eredményezi, hogy ezeket a medencéket le kell üríteni, mert ezt vegyszerezésre már nem lehet javítani. Vagy mondhatnám a pezsgő medencét, amelyiknek előírás szerint 8 fő az a befogadó képessége. Ha annál többen veszik igénybe, akkor a vízmennyiség, tehát a kis vízmennyiség miatt az könnyen rossz minőségűvé válhat. Ugye sokszor olyan a jacuzzi, mint a heringek, tele van. Most nekünk, mint üzemeltetőnek elég nehéz kiválasztani azt, hogy abba kimaradjon benne, és kit küldjünk ki. Most mindent fel fogunk táblázni. Tehát előírás szerint a vendég akkor mehetne a medencébe, ha végrehajtja a zuhanyzást. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a lépcsőn keresztül kell bemenni a medencébe, mert mindenféle piszkot bele tudnak hordani oldalról, nem beszélve arról, hogy az még plusz balesetveszélyes is, mert a túlfolyó rács az műanyag, az bármikor eltörhet, és abban a pillanatban olyan sérülést okozhat, ami a vendég számára kellemetlen vagy maradandó sérülést okoz. Tehát mi mindent megteszünk, hiszen úszómesteri szolgáltatással rendelkezünk, de nehéz eleget tenni mindenkinek. Én elfogadom azt, hogy voltak olyan hiányosságok, amit nekünk is pótolni kellett, mert voltak olyan medencéink, amiből hiányoztak labburkolatok,
azokat természetesen most, hogy le lett ürítve az összes medence, kijavítottuk, tehát ezeknek a javítása megtörtént, a fertőtlenítése megtörtént, folyamatosan takarítjuk a lámosókat, de ha a vendég nem teszi meg az alapvető követelményeket, akkor mi bármit csinálunk. Ez a vízminőség soha nem lesz jó. Igen, azért is álltunk ide, és azért ez a háttér, hogy mindenki lássa, hogy a zuhany és lábfürdő használata kötelező, tehát említette itt, hogy ki lesz táblázva, hát már ki van, amióta az eszemet tudom, ezen a strandon ki van táblázva. Mindig ki volt táblázva, de ezek szerint ez a felhívás a vendégek számára kevésnek bizonyult, mert mindenki arra hivatkozik, hogy ő pont nem ott volt, ahol ez ki van táblázva. Hát annyi táblát, amennyi vendég érkezik, annyit nem tudunk kihelyezni, de természetesen most eleget téve annak, hogy még több figyelemfelkeltő táblát fogunk elhelyezni azért, hogy mindenki tudomást szerezzen arról, hogy hogyan kell kulturált körülmények között használni a fürdőt. Nem titok az, hogy Ajkán nagyon olcsó volt a belépő egyek ára. Ez azt eredményezte, hogy olyan réteg is érkezett a fürdő területére, amely már alapvetően sem éppenséggel tartja be a higiénés feltételeket, vagy a követelményeket. Például okáért mondom, hogy hiába mondjuk a vendégnek, hogy ruhástól a medencébe tilos fürdeni. Ez nem mosoda, ez egy fürdő, ez egy közfürdő. Sajnos ebben az esetben nagyon sokszor arra hivatkoznak, mint amit az elején is mondtam, hogy ő megvásárolta a jegyét, ő azt csinál, amit akar. Nem egészen. Vannak szabályok azért, hogy a többi ténylegesen szabályt betartó vendégeink jól érezhessék magukat, a többi vendégnek is be kellene tartani a szabályokat, és akkor nem fordulna ilyen elő. Pont erre szerettem volna egy kicsit rátérni, mert olvastam ugye ilyen kommenteket, hogy talán nem kellene utcai ruhába fürdeni, de ugye erre meg a kontra az, és valóban mi is úgy jártunk régebben gyerekként is uszodában, hogy otthon már mindent fölvettünk, vagy a strandra, hogy otthon már mindent fölvettünk, így csak zuttyanni kelljen a vízbe egy tusolás után. Tehát nehéz kiszűrni, de hallani azért olyat, hogy egyértelműen látszik a nőkön főleg, hogy ők az utcai ruhájukba. Tehát azzal nem is lenne probléma, valaki fürdőruhát fölveszi otthon, és azzal jön be a fürdő területére, ezzel nem lenne probléma. Itt nem ez a probléma, itt az a probléma, hogy azzal a ruházattal, amiben az utcán tevékenykedik, jár, kell, elmegy az üzletbe, ugyanabban a ruhába veszi igénybe a fürdő szolgáltatásait. Ez tilos. Ugye ezt nehéz szabályokkal, meg táblázással betartani, ezért olyan döntés született, hogy biztonsági őröket fogunk alkalmazni, akik első alkalommal felszólítják a vendégeinket a szabályok betartására, amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy esetlegesen olyan vitát gerjesztenek, ami a többi vendég sérelmére van, akkor vagy rendőrt hívunk, vagy eltávolítjuk a strand területéről. Kénytelenek vagyunk olyan intézkedéseket hozni, amely ténylegesen a hozzánk érkező vendégeknek azt biztosítja, hogy kulturált körülmények között jó vízminőség mellett pihenni, a szabadidejüket úgy tudják eltölteni, hogy szórakozzanak, ne pedig azzal kelljen foglalkozni, hogy esetlegesen a randalírozók miért nem tartják be az alapvető szabályokat. Tehát eddig az úszómesterek gyakorlatilag tehetetlenek voltak, sőt talán jogkörük se volt hozzá, hogy ilyenkor... Hát a jogkörük legyen. Arra megvan, hogy ő felszólítsa a vendéget és kérje azt, ugye nem követeli, hanem ő kéri, hogy tartsa be a szabályokat. Ugye itt inkább azzal van probléma, nem azt mondom, hogy minden vendég, tisztelet mind természetesen azoknak, akik úgy járnak fürdőbe, hogy tényleg szórakozni akarnak, de van egy bizonyos réteg, amelyiknek teljesen mindegy, hogy ki szól, mindaddig folytatja azt a tevékenységet, ameddig az úszómester vagy az itteni személyzet nem hívja ki rendőrséget. Sajnos ebben az évben már nagyon sokszor kellett a rendőrség segítségét igénybe venni, és általában ez úgy történik, hogy amikor meglátják ezek a randalírozók, vagy ezeket a szabályt be nem tartó személyek, meglátják, hogy érkezik a rendőrség, és abban a pillanatban eltűnnek mind a szürke szamára körbe, tehát utána már meg se lehet őket találni. Tehát nagyon nehéz itt igazából olyan rendet tartani, ami mindenki számára megfelelő, és ez csak abban az esetben érhető el, ha ebbe a vendégek is segítenek. Tehát nyugodtan rá kell szólni a vendégnek, ha ő észreveszi, hogy a gyermeke mellett beleült valaki más a gyerekmedencébe. Én is, hogyha elvinném a gyerekemet, én is megkövetelném, hogy igenis, ha ki van írva, hogy kik vehetik igénybe, akkor azok vegyék igénybe a fürdőt, vagy azt a medencét. De akkor ő kapásból megkapja azt, hogy ő egy önkéntes rendőr? Nem önkéntes rendőrként végzi ezt a feladatát, de természetesen, hogyha
ha sérelem éri azt a szülőt, vagy azt a vendéget, aki igénybe veszi a szolgáltatást, joggal mondhatja, hogy én ugyanazt a jegy árat kifizettem, akkor elvárom azt, hogy a másik, aki esetlegesen nem tartja be, akkor azt igenis tartsa be a szabályokat. Nem titok az sem, hogy idáig nagyon olcsók voltak a jegyáraink. Augusztus 1-től bevezettük volna az emelt tarifát. Annak azért, mivel csak az úszoda működik, olyan döntés született, hogy addig, amíg a medencéket újra nem tudjuk nyitni, addig nem emelünk. A terv az, hogy a tegnapi nap, amikor kim volt az ANTS, mindent jónak bizonyít, vagy jónak talált, tehát az összes előírásnak megfelelő, de természetesen, ahogy az elején is mondtam, vízminta vételezést, azt laboratóriumi körülmények között kell megvizsgálni. Amennyiben a holnapi nap reggel telefonon érdeklődve azt az információt kapom, hogy a vízminőségeink megfelel az előírásoknak, akkor a holnapi nap meg tudjuk nyitni a fürdőt, de én szeretném felhívni a figyelmet minden vendégnek, hogy szigorúan tartsa és tartassa be azokat a szabályokat, ami több helyen ki van téve házirendbe, ott is ki van írva, hogy ruhával nem fürdünk. Ha elmegy valaki a mosdóba, akkor azért vannak azok a tusolók, hogy akkor használja a tusolót, használja a kézmosót, hogy úgy kerüljön vissza a medencébe, hogy fertőzést ne hozzon bele, mert ez a többi embert veszélyezteti. Jó, Nízes Sándornak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésre állt. Köszönöm a lehetőséget. További jó nyarat kívánok. Köszönöm szépen.